Játék címe, újabb év, egy újabb rendezvény, hiszen nem első alkalommal kerül ez megrendezésre, és az imént évben már láthattuk azt, hogy itt táncosok is felléptek, hát őket azt hiszem, hogy nem első alkalommal üdvözölhetjük Mezőberényben. Kezdjük akkor az első harmaddal, a tánccal. Mi is volt ez? Tehát itt most szalszára hívtam meg a táncosokat. Ez a Social Dance Project nevű tánccsoport, akik már léptek fel a Berény napokon az előző években. Erről a rendezvényről meg azt tudom hirtelen elmondani, hogy a negyedik rendezvény a táncfényjáték, és a táncosok fognak kezdeni 8 órakor, méghozzá szalszával, ami igazából Kubából eredeztethető, és egy utcatánc. Ezért is próbáljuk összevonni a mai rendezvényen a másik programot, az pedig a street art origami, ami az utcára hajtogatást, az utcaművészetet jelenti, ez mind a két program. Bienvenidos a nuestra lección de ritmo latino y nos vamos en salsa. Ritmo 4 cuartos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El güiro dice trua chaca, trua chaca. 1, 2, 3, 5, 6, 7.
Ponga, dice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 6, 7. 2, 3, clave 2, 3. Éppen akkor itt ma mit is hajtogattok? A mai napra egy harangvirággal készültünk, egy kis harangvirágot hajtogatunk, és ahogy az elmúlt években is, a fény szó is ott van a táncfényjátékban. A fény szó azt jelenti, hogy világítós origami díszeket készítünk, kis világítós ledeket fogunk belehelyezni ezekbe a kis harangvirágokba. Igen, most kevesebb a fa párat kivágtak, amit tudom, hogy ti használtatok annak idején, de most is fákra kerülnek fel? Igen, a teret szeretnénk ebben díszíteni, úgyhogy a fákat feldíszítjük, és természetesen, ha valaki hazavisz belőle, az sem baj. Legalább otthon is emlékezik rá, hogy milyen szép volt ez a mai nap. Nehéz hajtogatás? Ezt kérdezem egy olyan szemét, aki ebben szakértő, mert hogy, ha jól tudom, akkor az Országos Origami Szövetségnél is alelnök vagy, jól tudom én? Igen, alelnök vagyok, és az Országos Origami Kör elnöke is itt van jelen pillanatban, tehát az Országos Origami Kör is részt vesz ebben a rendezvényben, és a Mezőberényi Orlai Népfőiskola Egyesület is. Ezt a rendezvényt kicsit lesni fogok. A Mezőberényi Város Önkormányzata az EFOP 153 program keretében a humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben kulturális élményeket az utcára című program keretében tudjuk megvalósítani. Jó, végül is ez volt a hivatalos rész, de akkor nehéz ez a hajtogatás? Nem, szerintem nem nehéz, de neked majd nem? Aki kipróbálja, az is rá fog jönni, meg amennyit én hajtogattam már itt sokakkal Mezőberénybe, lassan amikor egy kisgyerek jön hozzám, kiderül, hogy az anyukája annak idején hajtogatott velem, és szerintem már nagyon sokan tudnak itt hajtogatni. Hát akkor hajtogasson mindenki, és érezze is jól magát, köszönöm szépen. Jó, nagyon jó szórakozás ma estére. Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, a recogerse con lo grande, que llevo la escuela.